Sziasztok, én újra itt. Ma egy baromi egyszerű dolgot fogunk csinálni, mármint már nem egyszerű. Körözöttet. Tehát körözöttet konzervzsömlével. Íme. Konzervzsömle. Van ugyebár vajas, meg olyan, ami nem vajas. Ehhez kell jutúró, mert az eredeti körözött ugyebár jutúróból készül. Kell hozzá két fej lilahagyma, tejföl, bors, rögtömény, piros paprika, meg só. Na, hát akkor álljunk is neki. Na, akkor most összevágjuk a hagymát. Én már interneten találtam azt a trükköt, hogy forró késsel vágjuk a hagymát. Hát ugye már nem melegítem fel a kés, mert az nekem is fáj, meg elolvad rajtad a műanyag. Hogy forró vízbe raktam a kést, és úgy próbálom meg összevágni a hagymát. Tehát jó apróra kell vágni, kellhető legyen, ugye? Na akkor most, neki is állunk. Forró vízes kés. Csak egy. Igen, ez eddig... Jó. Megy, mint forró kés a hagymába. Jó apróra. Összeszedett egy kockákat, ami nem megbakom. Mert hogy reszelni kellett volna, akkor nem könnyezünk, hogy ki tudja. És igen, ahogy látjátok, beszereztünk egy jó nagy vágódeszkát. Tehát most ez úgy arra nem megy, erre csúszkál. Fából van, gondolom. Meg van ilyen perem, ami még nem jöttem el, hogy mire jó, de majd... Vagy kitalálom, vagy utána nézek. Egy kis hagymát. Oké, ez így. Biztos így kell? Bár ahogy érzem, nagy siker rendes se lesz. Mondtad nekem most olyan instrukciót, hogy legyek minél távolabb a hagymától. Ugye már azt is kipróbáltam, úgy videón kívül, de nem elég hosszú a kezem. De olyat is kipróbáltam, hogy nem én vágom a hagymát. Na, az bejött! Akkor nem sírtam. Tehát eddig az vár be, de majd az egy másik videóban lesz. Jó, oké. Tehát konkrétan ez se jött be. Mert már... szenvedek. Próbálom nem elvágni az ujjamat. Oké. Szerintem ezek elég apró, gondolom. Minden esetre ez a forró késes dolog, ez jobb, mint a cukorka. Tehát tudok beszélni. Egyrészt ugye. Másrészt mondom, még egy hagymán túl vagyunk, és én mindig nem sírok. Már érzem, hogy kezdek könnyezni. Eddig a jutúró itt áll, már szét lett trancsírozva. A konzervzsömléket, az nagyon érdekes dolog egyébként, lehet ilyeneket kapni, elég vicces. Tehát ezeket kibontjuk, és utána meg kell sütni. Ami... nem tudom, eddig kezd sütni, kb. Kb. Nem tudom. Majd később. Utána nézünk, később bedoboznak. Igazából a körözöttet egy napig körülbelül állni kell, hogy összeérjenek az ízek. De szerintem annyit nem várunk, mert én nagyon várom a körözöttet. Szóval szerintem én azonnal neki állok. Valószínűleg maradni fog még természetesen holnapra. Tehát ezek a konzervek még annyira nem lennek. És... és hamarosan még is a hagymával. Úgy tűnik, kibírtam könnyezés nélkül, de ez csak két fej volt, ugye nem 4-5 nap.
És végeztünk. Na és akkor most belerakjuk a YouTube-ba ezt is a hagymát. Egy ne jó sokat. Ez már nem kell. Akkor jöhet a tejfa. Nyílik. 30%-os tejfölt használunk. 200 gram. Nem, ugye nem kell kanál. Mondjuk valószínű. Trutyi! Be kell kanál. Nyálni. Így. Az őrölt kömény. Most egy fél teáska nyálni. Hoppá. Vagy egy. Nem. Paprikával két teáska nyálni. Jó előszínű legyen. Egy. Kettő. És a sóból is egy teáska nyálni. Ezt inkább szórjuk. Tenyerünk, hogy lássuk, hogy mennyi. Kármilyen még egy kicsit ment. Így. És akkor én szoktam bele ugye tenni. Szoktam, mert most csinálok először. Én mondták, hogy rakjak bele hagymát, nem ilyen. Lereszeljük a fokhagymát vízbe és be a hűtőbe, tehát mi itt tároljuk, ez is egy fél teáskanálnyi. Így. Kalap nem nyaljuk le, mert nem jó dolog, tehát én tudom. Már leszoktam. És ennyi. És most ha minden benne van, össze keverjük, vagy szétkeverjük, ki hogy szokta, szana szét. Így, négy vagányan. Kezem is olyan lett. Nem kell félni, nem meleg, tehát nem lesz semmi bajom tőle. Egyébként ajánlatos villával keverni, mert a labdörőbe beletakar. És az nem túl happy, tehát. Még ebben még valószínűleg fog kell lenni a színe miatt paprika, de lehet, hogy nem. Jól összekavírnyáljuk, szana szétkavírnyáljuk haszásan. Vigyázzunk arra, hogy a vina ne hajoljon meg. Ez nagyon fontos, mert ez elég sűrű lett. És érzem, hogy a villa már nem nagyon bírja. De fontos. Összekeverem. Na, mindjárt meg is kóstolászom. Kóstit. Uh-huh. Nagyon magányítom. Szerintem nagyon zsír lesz. A robot gép el se ajánlott, tehát a gép az lehet, hogy felkapja és utána benyeli, és akkor leik. Most hát én nem tudom, de nem csinálnám azzal. Nem fárt a kezem, az ítunk így. És újra. Jó, átpaszírozzuk a fűszereket. Szerintem nem kell már bele paprika, a szín az pont tökéletes.
Egy ilyen pirosos. És szerintem kész is. Na és most akkor jönnek a konzerv zsömlék. Na most ugyebár ez nem kell konzerv nyitó, tehát ezek nem olyan zsömlék, van rajta itt egy ilyen kis nyitófül. Itt kell kinyitni, aztán. Ez valószínűleg, hogy én ezt ismerem, szét fog így robbanni. Tehát itt ne képzeltek olyan atom nagy robbanást, csak hogy kicsit. Hát, hogy nekem kell lenni fog konzerv nyitó, most is távoztam. Jó, kezdjük a másikkal. Azt most szerintem kinyitom. Ez sikerült. Hallottátok? Így robban szét. Tehát valószínűleg akkor még ezt is húznunk kell. Akkor kicsit megijedt. Nem tudom, hogy vettok vele. Igen. Így. Bum. Ez milyen vagány. És így. Elkapok benne a zsömlék, ugye. Most ezeket még be kell vagdosni, és utána néztem, tehát kb. Olyan 15-20 percig kell sütni 180 fokos előmelegített csütőbe. Ezt itt kell választani. Tehát nem nagyok. Igazándiból nem is fognak sokkal nagyobbra megnőni. Tehát ez a nem vajas. A másik a vajas zsömi. Ebből van 8 darab, abban azt hiszem, nem így elférnek, és nem fognak összeveszni. Tehát ezeket így jó éles késsel, vékonyan, óvatosan bevágunk ide egy X-et. Így, faszásan. Ezen is. Így, hoppá. Tehát azért vettem elő a legélesebb késemet. Ez egy kicsit kékezni. Oké, a másik. Vagy már 6 darab van. Ez meg ilyen leveles, tésztaszerű zsömle. Tehát ezt viszont nem kell bevágni. Tehát, hogy nem fognak elférni. Mindjárt csinálod egy kis helyet. Végül. Elférnek, nem lesznek össze. A sütő persze már elő van készítve, tehát már be van kapcsolva. Na szóval a konzerv zsömbe az ilyen. Elkészültek a zsömblék, ugyebár hát a gyengébbe vágni, persze van kicsit erősebben is. És a vajasok kicsit, ugyebár sötétebb színűek lettek. Szóval átpakoljuk. Most ez kivéve, tehát az egy forró. Te vigyázz, forró. Megint. Húli gyorsan vagyunk, van gyorsan, mert nem is látom magam. Kész. Na, minden elkészültünk. Tetszett a videóm, akkor nyomjatok a tetszik gombra, és ha nem akartok lemaradni a következő videómról, akkor iratkozzatok fel. Mindenkinek jó étvágyat, sziasztok!